Míg vannak olyan kórházak, amelyektől a költségvetés kiigazításkor elvesznek pénzt, addig a Székelyudvarhelyi Kórház megkapta annak az összegnek a felét, amelyet kért, adott hangot örömének Lukács Antal, az intézmény főigazgatója, hozzátéve, természetesen azért, hogy ez így történjen, tenni kellett. Az augusztusban kapott 997 ezer lejt orvosi műszerek, berendezések vásárlására kapta az intézmény, ez most további 608 ezer lejjel bővült ki, 800 ezer lejt pedig főjavításokra fordíthatnak a költségvetés kiigazítás révén kiutalt pénzből. A város önkormányzatának is jelentős szerepe volt a kérdésben, hisz biztosították a támogatás kiutalásában alapfeltételként szereplő önrészt. Akkor, amikor más kórházaktól elvesznek pénzeket a költségvetés kiigazítás címén, akkor a Székelyudvarhelyi Kórház pénzeket kapott. Kiegészítették a meglévőket. Így hát nem tudok egyet mondani, mint megtisztelő volt a szaktárcának a gesztusa. És örülök, hogyha nem az egész pénzt, nem az egész összeget, amit igényeltünk mi, nem kaptuk meg, de legalább annak felét meg. Az elégséges arra, hogy elkezdjük a munkálatokat, és a közbeszerzési eljárásoknak a lebonyolításával azonnal nekifogunk, és csináljuk, és folytatni tudjuk azokat a fejlesztéseket, amit már évek óta elindítottunk. A megvásárlandó orvosi eszközök között szerepel egy műtőasztal és műtőlámpa a sebészeti kötöző számára, a kardiológiai osztály egy defibrillátorral és egy koronária őrző berendezéssel bővül, a sebészetre elszívó készülékek, eszköz sterilizáló berendezés kerül, a belgyógyászati részlegre ekográfot, a nőgyógyászat számára betegkövető monitort vásárolnak, ezen kívül automata adagoló infúzió készülékre és automata fecskendők beszerzésére költik a pénzt. A főjavításokra kapott 800 ezer lejt a klinikai labor és az újszülött osztály felújítására fordítják, valamint ebből az összegből elkezdik a fertőző osztály épületének teljes felújítását is. Igaz, ez a pénz csak a munkálatok elindítására lesz elég, de a főigazgató arra számít, hogy az Országos Egészségbiztosító Pénztár hamarosan kifizeti tartozását a kórháznak, és ebből fedezni tudják a fennmaradó részt. A közbeszerzési eljárásokat már elindították, amint a folyamat lezárul, elkezdődnek a munkálatok.